Augusztus közepén megkezdődött a labdarúgó NB2-ben is a pontvadászat. A 2014-2015 évi bajnokságban az első fordulóban két egykor szebb napokat megélt együttes találkozott, a Békés Csaba és a Zalaegerszeg mérte össze tudását a Vihar-Sarki fővárosban, a Kórház utcában. Mind a két csapat alaposan kicserélődött a nyár folyamán. A zalaegerszegiek 14 új játékost, a Békés Csabaiak 12-t igazoltak, ráadásul mindkét oldalon új edző is irányítja a csapatot. A csabaiaknál a szerb Zorán Spicsák, míg a vendégeknél Lőrinc Emil foglalta el a kispadot. A mérkőzés előtt a szokásos készfogás és a játékvezetők útjára is indították a labdát, mégpedig Berger József irányításával. Az ötödik percben a zalaegerszegiek előtt adódott először lehetőség, ám nyitányként a remek délceg visszagurítás Szőlősi Ferenc fölé lőtte. A tizedik percben vezetéshez jutottak a házigazdák. A 16-os előtérben Kertész Tamás ugyan ütközött az egyik zalaegerszegi védővel, de még így is tovább tudta adni a labdát Szilágyi Péternek, aki néhány lépés után a jobb összekötő helyéről 12 méterről laposan a jobb alsó sarokba lőtt, ezzel 1-0-ra vezet a Békés Csaba. A 22. percben jobbról szögletet ívelhettek be a zalaegerszegiek, Babati Benjamin emelte be a labdát, ám Kovács Gergő nagy helyzetben fölé fejelt. A 41. percben az előre lopakodó békéscsabai védő Balogh Zsolt jobbra kisodródott helyzetben az oldalhálóba lőtte a labdát. A 49. percben újabb gólt ért el a házigazda. Ismét Szilágyi Péter volt eredményes, ám ezt megelőzően Balázs Rihár beadásából Volent került helyzetbe, aki 10 méterről leadott lövésébe a kapus beleért, a labda lelassult, alig vánszorgott a kapu felé, ám ott termett Szilágyi Péter, és fél méterről bepofozta a labdát a kapuba, ezzel 2-0. A 64. percben Kroner Martin a visszafelé cselező Kertész Tamást a 16-oson belül felrúgta, amiért 11-es járt. A büntetőt Volent Roland a bal sarok felé rúgta, ám Círiek Zoltán ráérzett a lövésre, és nagy vetődéssel hárított. Mindenféleképpen nagyon nehéz meccsre készültünk. Tudjuk, hogy az Zalaegerszeg, vagyis a Békés Csaba az utolsó meccset ezen a pályán 2003-2004-ben sikerült, hogy nyerjen. Úgyhogy mindenféleképpen tudtuk, hogy nagyon kellemetlen ellenfél fog pályára lépni. Úgy készültünk, és abból is mondanám, hogy a csapat nagyon jól reagált, nagyon jól készült erre, és maximumot megadta a pályán. Minek köszönhető, hogy két góllal is megterhelték az ellenfél kapuját? Hát elsősorban abban, hogy nagyon jól védekeztünk, szervezetten védekeztük, nem adtuk fel a területet, hogy mögén tudjanak kerülni. Abból vártuk türelmesen azt a lehetőséget és azt a csanszot, amikor tudunk előrelépni, jó helyen labdát szerezni és abból veszélyesebbek lenni. A mester azt mondta, hogy a védelemnek köszönhető a gól, két gól mellett, hogy jó szerepelt a csapat. Te is így látod? Hát hála Istennek kapott gól nélkül tudtuk lehozni a mérkőzést, és úgy érzem, hogy megérdemelten nyertük meg. Még ilyen arányban is, mert azt mondom, hogy ha berúgjuk a 11-es, lehet, hogy még könnyebb lett volna vége. Milyen elképzeléssel érkeztek Békés Csabára? Először is az az elképzelése, hogy stabil csapatjátékból próbáljunk minél gyorsabban, minél hamarabb fejlődni támadásba. Tudtuk, hogy a Békés Csaba arra fog játszani, hogy gyors játékosaikat elől indítsák, illetve fölhívtuk a figyelmet is arra a játékosok, hogy hátul nem szabad hibázni, tehát vigyázzunk a passzokra. Ezt megtettük nekik első fél időben, asszisztáltunk, 2-0-ra vezettek. Sajnos az első fél időben a Békés Csaba talán kicsit jobban akarta ezt a mérkőzést, mint ahogy mi kicsit álmosan kezdtünk. Úgy gondolom, hogy a második fél időben egy kavarodás után kaptunk gólt, hogyha ott nem kapunk gólt és marad az 1-0, akkor második fél idő második felébe már voltak támadásaink, beadások, érkezések. Sajnos nem sikerült gólt rúgni.